A tüntetőkkel együtt, hát ifjú koromban 20 éves voltam, és ide jöttünk az akkori pártház elé, és itt egy óriási tüntetés volt, és természetesen bezárkóztak a vezetők, a Dénes elvtársnak nevezett megyei elnökkel, az élükkel. Nem volt más lehetőségük a tüntetőknek, mint a zászló utakon, az oszlopokon, az erkélyen keresztül lehetett közlekedni, ha valamit akartunk velük, akkor így tudtunk csak információkat adni. Ők kértek, nyugodtan jöjjenek föl, ifjú vállalkozók fölmentek, utána kihajoltak az erkélyen, és azt mondják, pisztolyt fognak ránk, oda be. És megfélemlítették őket, erre a tömeg rettenetesen meggurult, valahonnan szereztek egy kb. 2-2,5 méteres tömör vas rudat. Elkezdték azt az ajtót ütni. Na most, hát én akkor azt gondoltam, hogy hát ezek az emberek fölkészültek mindenre, ott pisztolyt rántanak, hát a tömegtől lesznek annyira beijedve, hogyha betörik az ajtó, azonnal kaszálni fognak. És kértem 2 vagy 3 embert, hogy segítsenek nekem, hogy meggyőzzük ezeket az embereket, hogy butaság az egész, és öngyilkosság lehet az a belőle. Hát sikerült, és kivettük a kezükből a rudat, és nem lett belőle semmilyen konfliktus idemen kint, mert megértették a helyzetet, és érdekes módon azóta egyetlen egy emberrel nem találkoztam, mert onnan, ahogyan kijöttek a tömegből, úgy ezt elhárítottuk, ezt a tényleg úgy néz ki, hogy komoly veszélyt, és akkor tovább, hát volt a tüntetés egy kicsit parázsabb hangulatban, és egészen addig, mint itt ezen az úton, jött föl csatárláncba egy AVH-s társaság, ilyen pukkancsokat dobáltak, és robbantottak meg, levegőben lövöldöztek, és akkor a tömeg hát szétrebbent, és tulajdonképpen akkor történhettek azok a kilövések onnan, aminek itt a két szerencsétlen halálos áldozat mellett. Úgyhogy én magam, hogyha azt kérdezni, hogy mit csináltam, hát én testnevelő tanár vagyok, én 20 éves voltam, ezen a papon keresztül dobtam magamat, és valahogy elrejtőztem, és azon a kijárási tilalom volt, kijárási tilalmat tett, és mindenki, ahogy tudott, húzott, mászott, és eltűnt a semmibe, hogy hát